A Városháza elsőként ad otthont a gondolt újra alkotóművészeti kiállításnak. A tárlat ma nyílt meg a Városházán. Kecskemét megyei jogú város polgármesteri hivatala csatlakozott az Európai Hulladékcsökkentési Hét elnevezésű nemzetközi pályázathoz. Az Európai Hulladékcsökkentési Hét és a kiállítás célja, hogy felhívja a figyelmet az idei évben a textilre, mint hulladékfajtára, és annak tudatos hulladékgazdálkodására, a ruhák hulladékká válásának megelőzésére, valamint az anyagok újrahasznosításának fontosságára. A hivatal pedig célul tűzte ki, hogy a kollégáit aktívan vonja be a szemléletformáló akcióba. A hivatalban a kollégáink gondoltak arra, hogy vegyünk részt ebben az egyébként Európa szerte megrendezett rendezvényen, ezen az egy héten, és teljesen az ő szervezésükben alakult ki az, hogy itt állhatunk egy kiállításnak a megnyitóján, amivel a hét kezdődik, későbbiekben pedig még több programelemet is kigondoltak erre a hétre. A kiállítás megnyitóján Gál József alpolgármester elmondta, a legjobb mindig az az akció, amelyet az emberek maguk szervezik, és ez egy nagyon szép kezdeményezés. Több hivatali dolgozó munkája is szerepel a kiállított tárgyak között. A kiállításon helyet kapott egy a Városháza mását megjelenítő fali textilkép is, amely a Városháza felújítását megelőző homlokzatot örökíti meg. A fali kép civil összefogással készült el 2x1 méteres méretben. Megalkotása az a Kecskeméti Napraforgó Foltvaró Egyesület tagjai és az SOS gyermekfalu lakói is hozzájárultak. A kiállítást egy héten keresztül bárki látogathatja szabadon.